Nos, ez a videó, ez nagyon más lesz. De szeretném előre szögezni, hogy nem vagyok se dietetikus, se orvos, se személyedző. Csak egy átlagos srác vagyok, aki tömören egy éve elkezdte a súlyemelő edzést. Nem mondom azt, hogy utálom a testem, de azért szeretnék kicsit teltebb lenni, kicsit erősebb. Nagyon kezdő vagyok, nagyon sokat kell még tanulnom. Bodybuilding takes an exorbitant amount of time. This is not easy. Getting fit takes time. Everyone can look better and do better. Ha elkezditek a szigorú test kialakítását, fontos, hogy higgyetek magatokba. Higgy magadban, te hitvány szar! Az a szomorú igazság a mai társadalomban, hogy ha túl kövér vagy, akkor is fikáznak, és ha túl vékony vagy, akkor is fikáznak. Nos, engem a vékony kategóriával áldottak meg. Sajnos vagy nem sajnos, a genetikám olyan volt, hogy szinte bármennyit ettem, vagy bármikor ettem, bármit csináltam. Olyan gebe voltam, hogy törtem kettő a kanyarban. Ami hát arra vezetett, hogy egyszer és mindenkorra meguntam, és elhatároztam, hogy jó, most már tényleg tennem kell ez ellen. Kemény munka következett. Hogy Alex bácsi 2021 elején elkezdett rendszeresen járni edzőterembe. Tavalyi évben amellett, hogy a YouTube-ot ezerrel próbáltam nyomni, rengeteg megpróbáltatáson mentem keresztül, hiszen mikor csináltam egy átlagos napi rutin videót, akkor abban láthattátok, hogy hát a videózása nem is jut olyan sok idő, mint gondolnátok. És azt is azt szeretném szögezni, hogy az egész változás a testemmel, ez teljesen természetes módon van. Szóval egyáltalán nem használok semmilyen szereket, nem is fogok, nem is akarok buzdítani senkit arra. De még előtte egy pár szót szeretnék mondani a mai támogatónkról, aki nem más, mint a Surfshark VPN. Azt tudtátok, hogy amikor böngésztek és beléptek egy random weboldalra, a hely meghatározásotokat, az operációs rendszer adatait, a telefon adatait, vagy bármilyen készülék adatait, ez az adott oldal instant megkapja. Na most már ezeket a dolgokat nyilván nem mindenkivel szeretnétek megosztani, gondolom. Itt jön szóba például a Surfshark VPN, amit ha használtok, megvédi az adataidat, csupán havi $2. Szóval ezek után biztonságosan böngészhetnétek, és szerintem a pénzügyeket is stresszmentesebben oldanátok meg. Vagy esetleg tegyük fel, hogy van egy nagyon menő sorozat Amerikában, de Magyarországon belül nem elérhető, akkor is semmi probléma, pillanatokon belül ki lehet cserélni a hely meghatározást ezen az alkalmazáson belül, és akkor bár már is nézhetsz más országokon belül tartalmakat, úgyhogy kb. Ki sem kell mozdulnod majd otthonról. Én is nemrég kezdtem el használni, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon érthetően és nagyon jól ki van dolgozva az alkalmazás. Szóval user-friendly. Még azért ennek a Surfshark VPN-nek vannak jó funkciói, de hogyha érdekel titeket, akkor csekkoljátok le most a leírást, és ezt a kódot használva 83% kedvezményt kaptok, plusz még 3 hónapot ingyen. Hát nem csodálatos? Köszönöm szépen a Surfshark VPN-nek, hogy támogatták a mai videónkat. Na de mikor először beléptem a terembe, valahogy így képzeltem el. Aztán kiderült, hogy átlagosan valójában ilyen a hangulat. A viccet félretéve, nagyon is jól tudom, hogy mennyire nehéz elkezdeni komolyan foglalkozni az egészségünkkel, a testünkkel, a táplálkozással, az edzéssel, a pihenéssel, így mindennel így egyformán. Egy annyi előnyöm volt, hogy szerencsére egész kiskoromban nem lehetett azt mondani, hogy én nem mozogtam, szóval nekem a mozgás nem volt annyira új dolog, mert évekig jártam pingpongra, éveken át bicikliztem, rollereztem, tudjátok, az utca kölyke voltam. Tudtam, hogy ha rendszeresen beépítem ezt az életembe, akkor előbb-utóbb megszokom. De amúgy úgy szeretek most már edzeni. Mindenki szeretne valamennyivel jobb testet, de sajnos nagyon-nagyon kevés ember tesz igazán érte. Én amikor elkezdtem, a heti 3 az a minimum edzés volt, de úgy ideális esetben 4, és a mostani edzésem annyit változott, hogy minimum 4-szer szeretnék emelni, és ideális szempontból 5-ször. Amit észrevettem magamon, bár nem próbáltam ki rengeteg fajta edzést tervet, de nekem a push-pull leg, azaz a toló, húzó és a láb edzések jöttek be a legjobban. És volt egy hatalmas hibám, mivel hogy az edzéseim elején nem feltétlenül lábaztam annyit, mert nem tudtam egyáltalán, hogy működni fog ez az egész. Nem tudtam semmiről, hogy konkrétan tényleg a való életben úgy megy, hogy edzesz, eszel, pihensz és nő az izmod. Ezt ki kellett tapasztaljam, így az internet a barátunk, és Alex bácsi ilyenkor elmegy és kutat, hogy hát hogyan lehet izmot építeni? Szigorú
lesz a tested olyan, mint az enyém. És az is benne van a pakliban, hogy mindenki más, mindenkinek a szervezete másra képes. Tehát van olyan ember, aki egy héten minden nap tud menni edzeni, és utána a következő héten is ugyanezt elismételi, mert egyszerűen olyan bitang szervezete van, hamar regenerálódik, és van olyan ember is, aki heti 3 edzéstől ki van készülve. Teljesen genetika függő az, hogy mennyit, mikor és hogyan tudsz edzeni. Annyira, de annyira szerettem volna, hogy az rutinná váljon, hogy amikor az edzőtermek például ünnepnapokon be voltak zárva, még akkor is kitaláltam valahogy, hogy hogyan edzek. Mint például elmentem nyilvánosan parkba is edzeni, egyszerűen amikor úgy éreztem, hogy energiám van és kedvem, nem akartam kihagyni az edzéseket. Egyébként ahhoz, hogy nehezebbek legyenek a gyakorlatok, beraktam a táskába 3-2 literes vizet. Egyébként nekem személy szerint az egyik legnagyobb nehézség, amit le kellett küzdenem, az rengetegszer az a jelenség volt, hogy amikor nagy súlyokkal dolgoztam, egy kicsit jobban kifárasztottam magam, akkor elkezdtem nagyon hosszú ideig szédülni, gyengének éreztem magam, egyszerűen olyan voltam, mint egy darab szar, és ez rengetegszer előfordult, és nem pontosan tudom, hogy miért mai napig. Az étkezéssel egyszerűen csak azt akartam elérni, hogy egészségesebben egyek. Nagyjából tök mindegy, hogy mit, csak legyen az kaja. Ami nagy hiba, és mai napig is csinálom, az az, hogy nem számolom a kalóriákat. Egyszerűen nem akarok rá stresszelni erre, mert annyira, de annyira, tehát nem akarok tökéletesen enni, meg tökéletesen edzeni, mert nem versenyre járok, ezt csak szimplán magamnak csinálom, hogy egy kicsit jobban érezzem magam a bőrömben. Mert ez az egy év alatt kitapasztaltam, hogy kb. Én mennyit kell legyek, hogy tartsam a súlyom, meg mennyit kell legyek, hogy növeljem a súlyom. Rengeteget. 2021 tavasz környékén nagyon elkezdtem zabálni, és hát meg is volt az eredménye, tehát jött fel rám, láttam, hogy van fejlődés, de nem csak izom nyilván, hanem jött fel zsír is. És addig a pontig, amíg azt mondtam, hogy na most már kezd nem esztétikus lenni, most már kicsit vissza kéne venni a kajából, mert a derekam körül is kezdek vastagodni, és nem pont úgy, ahogy szeretnék, úgyhogy mivel még nem voltam nagyon jártas ezekben a dolgokban, nagyon visszavettem az étkezést, csak arra tudtam gondolni, hogy fehérjét egyek meg zöldségeket, és nagyjából kis kalóriákat, és hát akkor nem láttam olyan kemény fejlődést, viszont egy kicsit a zsír talán visszajött, így nem tudtam megtalálni az arany középutat. Egyébként részemről még nagy hátrány az az, hogy nekem nincsen elképesztően nagy étvágyam, én el vagyok kis adag ételekkel is, úgyhogy persze egyáltalán nem egészséges, hogy folyamatosan zabálsz, de hát az sem, hogyha nem eszel rendesen nyilván. Teljesen úgy vagyok, hogy nagy részt odafigyelek, de néha-néha azért megengedek magamnak egy-egy szemétkaját is, mert azért úgy érzem, hogy lelkileg is néha jó, hogyha egy kicsit csal az ember, nem feltétlenül örökké szigorú magával, de ez nem azt jelenti, hogy minden második nap burger teszek. Oké, hogy burger, de ugyanúgy van benne fehérje meg, de van benne uborka is, tehát zöldség. És hát akkor itt van a harmadik pontja, úgymond a testépítésnek, vagy az egészségesebb életmódnak, a pihenés. Három fő dolog közül a legkönnyebbnek tűnő dolog. De amennyire könnyűnek hangzik, igazából annyira nehéz is tud lenni, legalábbis egyes embereknek, például nekem is az volt, főleg mert stresszes időszakom is volt tavaly, tudjátok, a csatornát majdnem letörölték okvetlen, és hát konkrétan a stressz az az ellenfele az izmoknak. Szóval, amikor az ember stresszel, akkor nem csak hogy zsírból fogy, hanem rendesen az izmodat felemészti a szervezeted, azt érzed. Abban az időszakban azt éreztem, hogy csak így 3 kiló így pár hét alatt úgy eltűnt, hogy így néztem magamra, hogy keményen megszenvedtem, keményen edzek, és így kicsit stresszel az ember, s vége. Nem akarok semmilyen ilyen kamu life coach lenni, vagy olyanokat mondani nektek, hogy csak legyetek boldogabbak, csak ne stresszeljetek, csak szarjátok le negativitást. Na hát én tisztában vagyok vele, hogy ezért nem ilyen könnyű, és aztán rájöttem, hogy hát azért ez a szakma, ez sokkal bonyolultabb, és rengeteg tudást igényel, és rengeteg türelmet és kitartást, szóval meg tudom érteni, hogy miért az emberiségnek jelenleg nagyon kevés százaléka tudja ezt tartani, mert egyszerűen rohadt nehéz és rohadt lassú. És nagyon is jól tudom, hogy jelenleg én sem vagyok valami hú de nagy, tökéletes testű vadállat, szóval nem vagyok valami full izmos ember, de arra nagyon büszke vagyok, hogy egy tömör év alatt, konkrétan a saját hibáimból felállva ezt sikerült kiépítenem magamból. Az a sok rendszeres edzés, izzadás, a folyamatos étkezésre figyelés, emellett a rendszeres pihenés is, szóval, hogy Alex bácsi rávegye magát, hogy időben lefeküdjön nagyjából. Itt az eredménye, és egyáltalán nem azt mondom, hogy itt a vége is, mert ennek nincs vége. Legalábbis számomra az volt a cél, hogy ez egy éles stílussá váljon ez az edzés, táplálkozás és rendszeres pihenés, szóval ne az legyen, hogy egy évig ezt csináljuk, hú de faszák, hogy minden is utána megállunk, mert az emberi szervezet nem így működik, hanem alkalmazkodik ahhoz, amit csinálsz, úgyhogy továbbra is szeretném valamilyen szinten ezeket a dolgokat folytatni. Ha ezzel a videóval is már csak egy vagy két ember ráveszi magát arra, hogy igenis érdemes foglalkozni az egészségünkkel, akkor én már teljesen boldog vagyok, hiszen ezért készült ez a videó, hogy megosztam ezeket a tapasztalatokat veletek, elmeséljem a történetem, úgyhogy ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok, ha nem vagytok, és akkor találkozunk legközelebb. És tessék gyurmázni. Na csá! Yeah!